önbecsülés, az önbecsülés, a méltóság fontossága, és ehhez kapcsolódóan vetélési programok. Milyen szó a vetélés? Hát nekem baromira a képzavaros a dolog. Vet és élés. Hát azért, hogyha hirtelen ennyibe szótagolva olvasok, mert még gyerek vagyok, akkor nem értem a dolgot. Nem tudom összerakni. Akkor hogy van ez? Az élet érdekében vetek, és az élet érdekében elvetek. Tehát nem vetélésnek mondják, hanem elvetélésnek. Elvetélés természeténél igen. Fogva rendben. Igen, van. De abban a pillanatban, hogyha játszom a szavakkal, elvet, egyetlen elv sem tűri az élést. Tehát szóval lehetne ezzel lovagolni, ez egy iszonyú idióta szó én nekem. Kész, elment a baba. A magzatán. Tönkre ment a vetés. Na jó, nem gúnyolódok, de amúgy sem gúnyolódok, ezt komolyan gondoltam, amiket mondok. Az, hogy a nőknek egy nagy százalékára spontán vetélés kialakul, amögött nagyon sokszor dédmamáig, ükmamáig visszamenő szexuális abúzus figyelhető meg. 85-87%-ban. Ugyanúgy, mint a császárra való szülés. Tehát nem szülés, a császárra való világra jövettel, vagy mi a francnak nevezem, nem is jön, hanem kiemelik. Tehát ezek nagyon zavarosak, nincs nagyon tisztában, mint ahogy szoktam hallgatni előadásokban, szülőcsatorna. Melyik, amelyiken a Szájer József ereszkedik le, ha csatornáról van szó, vagy mi az, hogy szülőcsatorna, szülőjárat. Értető? Viszont a szülőjáratot, hogyha a nő nem tudja megkülönböztetni a hüvelytől, akkor nem is tud tágulni. Ha nem tud tágulni, akkor van a császár. Tehát mi van a tágulás mögött, mint generációs konfliktus? Milyen generációs konfliktus? Nem generációról beszélünk, szexusról beszélünk. A felmenők között. Igen, de azt hagyjuk, annyian használják ezt a generációs trauma, meg felejtsük el, a genetikai teritoriumban folyamatos információ megmaradás van. Tehát itt vegyük el most, hogy az egyik idős, másik fiatal. Mindegy, az információ jelen van, és így ebben van, ez a lényeg. Tehát ezt hagyjuk, a transgenerációs problémák, szétrőgöm magamat, mert mindenki lopja a gondolatot, aztán össze-vissza ragaszgatják. Nem jó. Tehát az információ itt van, a nő ebben él, ez megvan. Minden genetikai teritoriumnak megvan a maga információ bázisa, amely örökre megmarad. Ennek a töltésén, hogy mozgassa az embert, mint egy tamagucsi, az egyéni terápiában lehet dolgozni, és akkor ez a töltés csökken. Tehát ez nem fog úgy megvalósulni. Megszüntetni nem lehet. Nem, nullára nem lehet kiratírozni, mert annak nincs értelme. Leszalidítani le lehet. Csak azt lehet, a következményeket, és az eseményhez való viszonyt. Az eseményhez való viszonyon tudunk változtatni, és most nem akarok arra hivatkozni, amit a könyvemben is írtam, hogy sértés minusz es. Minden eseményt meg kell érteni. Ha megértjük az eseményt, akkor a mentális töltése már is csökken. Igen, háborúban így viselkednek a katonák. Akkor miért csinálok belőle erkölcsi kérdést? Mint hogyha a háború az béke lenne, nem? A háború az háború, zavarodott, félős, rettegő, éhező, szeretette vágyó, szexuális feszültséggel ő menetelő, otthonukat otthagyó lényekről beszélünk. Tehát az, hogy a dédanyámmal, nagyanyámmal, vagy akár az anyámmal mi történt ott, egy ilyen helyzetben, azt helyre kell tudni rakni. Így van, meg kell érteni. Hát háború volt. A katona, hoppá, konnektor, luk, bármi, meg kell tölteni. Érthető? Tehát azért legyünk őszintén. Tehát a történelmi tényeket is
mindig a társadalmi körülményeket mindig figyelembe kell venni. Nagyon-nagyon-nagyon nagy volt Magyarországon a zabi gyerekek aránya. Őrülten sok zabi gyerek volt, őrülten sok gyereket vittek le Gödöllőre, illetve adtak be Lelencbe, állami gondozásba. Szegénység, TBC, borzalmas volt a 1900-as évek, 1800-as évek vége is, tehát főként 1872-73 gazdasági válság, lakhatási válság, a egész földgolyón tetszett. Ha ezeket nem veszünk figyelembe, akkor fel sem tudjuk fogni, hogy miért vagyok én olyan elutasító, vagy miért vagyok én olyan simulékony, miért vagyok olyan rafkós. Hát mert úgy lehetett életbe maradni, úgy maradt a dédpapa életbe. Tehát túlélési programok. Így van. És mi az elsődleges evolúciós parancs? Az életben maradási szándék. A második a szaporodási szándék. A szaporodási szándék, illetve a fajfenntartás felülírja az, hogyha veszélyeztetik az életben maradási szándékot. Tehát nagyon jól néznek ki azok a drámai filmek, hogy háború idején anyuka magára hagyja a félig éhező gyereket, és a bomba majd elviszi, és ő megy tovább, és majd szaporodik. Ezt el tudjuk ítélni erkölcsileg, békeidőben, miközben a lábunk benn van a melegvizes lavorban, de tegyi meg az egy kis melegvizet, meg fürdősót. Onnan könnyű ítélkezni. Onnan könnyű. De ott, abban a szituban megélni, és az nyomot hagy. Volt olyan daganatosom, csak a információ miatt, volt olyan daganatosom, hogy megkértem, hogy fogjon magának egy 2 kilós bitang nagy kenyere, és bújjon be az asztal alá 3-4 napra, amennyi idő. 6 napig voltam ott, korrigált a 3-4 nap, akkor 6 napra bújjon be az asztal alá, és egye azt a kenyeret. Mert amikor gyerek volt háborúban, ez történt vele. 7. nap kimentették reggel. Az a daganat fajta, ami nála volt, az szépen felszívódott, jól kezelhetővé vált. Sajnáltak-e közölöm, dr. Tordjik már nem él, de ő ennek ráadásul még orvosilag is a tanúja volt. Tehát az információkkal lehet dolgozni. Volt nagyon komoly, hát elég komoly daganatok voltak. Kiküldtem a temetőbe, hogy németül olvasson az anyjának. 1 hét múlva a felére csökkent a daganatok mérete. Dr. Tódik József, mert összedolgoztunk akkoriban. Mert akkor nézzük meg, hogy a terápiák, az információ feldolgozás hol tud segíteni. Rengeteg csajszi abban a pillanatban, ahogy megszüli a gyermekét, elindítja a rákosodási folyamatot a saját szervezetébe. Miért? Akkor kell az analízis, hogy mi volt a családban már a család. És akkor kiderül. Nagyon sokszor. A rossz se vette volna meg ezt a gyereket, amikor 11 hetes volt magzatként. És ennek a nőnek mind a 6 terhessége 11 hetes korban megszakadt, fehérje leállás, meg ilyenek. És akkor lehetne sorolni. De ezen a ponton el kell tudni gondolkodni azon, hogy ez való. És megkerülhetetlenek akkor azt, hogy górcső alá venni. Igen, minden nincs áttekinteni így a körülményeket. Minden, csak akkor, csak abban az esetben, mivel meggondolatlanok vagyunk, az egész világ egy menekülő státuszban van, az otthonnak nevezett, az idilli otthonnak nevezett börtönökből menekülnek. Ne felejtsük el, hát a jó, te nem onnan jöttél, de a nagyszüleid Romániából, hát azért ott falvakat szüntettek meg. Onnan menekültek az emberek. Magyarországon is a falu program felhez, menekültek az emberek. Az elől a idő után, cirkusz elől. Lakótelepekben nyomtuk be az embereket. Tehát a
kultúrgenetikai program, amivel megoldott, hogy hát Pista bátyád mindig ilyen volt, mindig erőszakos volt az a Pista, hát tudod, mi az a Pista? Azt megbeszéltük a hosszú házba, ahol 3-4 generáció együtt élt, lakótelepen. Mikor gyűz? Hát nem tudom. És évekig, hónapokig nincs a családi információ megosztva, amely az alvó pszichogéneket aktiválná, hogy jogod van élni. Tehát önbizalmat csak akkor tudok felépíteni, és méltóságot, ha pszichogén szinten is elhiszem, hogy jogom van az élethez. Ha azt nem kapom meg a genetikai teritoriumomtól, mert beleszól a gazdaság, a politika, most hadd ne soroljam. Hát minden, amikor, igen. Akkor abban a pillanatban a méltóságom, az élethez való jogom, a szaporodáshoz való jogom megkérdőjeleződik. Na most, a terhesség első 12 hetében a terhességi riadalom ki tud váltani olyan emléksort a tudatalattiba, hogy az még nekem sincs jogom élni, akkor nincs jogom szaporodni, és már meg is van a vetélés. Oké? A természetes. Természetes rendi szerint. A nagymama úgy rakta el Ferikét, Pityukát, Klárikát, hogy felvette a lisztezsákot, felvette a búzázsákot, leugrott a hokedliről. Erre mi történik nálam az unokánál? Megyek a járdaszélén, és véletlen elépek a járdaszélén, kibicsaklik a bokám, hasseresek, és már elment a gyerek. Leutánzom a nagyi gesztusát. Úgyhogy nem tudok róla. Mi van akkor azzal, aki tud róla, hogy mi történt a nagymamával? Na, most szülőkkel. Annak... Egy részéről tud. Na most, hogyha tud egy részéről, akkor új viselkedési formákat kell begyakorolni. Tehát kezdetben, amikor udvarlunk, eléggé idétlenül udvarlunk, én most nem fogom megismételni az első nagy udvarlásaimnak a stílusát, de el lehet képzelni, 8 kerés a peremkerületek és mi egyéb. Hát az nem a rózsadomra való, meg egyáltalán nem polgárcsaládba való. Gyakorolnom kellett, hogy azt tudja mondani egy lánynak, hogy milyen szép vagy, tetszik a szemed. Tehát ezt meg kell tanulni. Az érintés, hát nem érintünk. Gyerekkorunk óta nem érintünk. Anyám nem érintett meg, azt se tudom, mi az az érintés. Megérintem a másikat, és eltörik a bordája. Tehát gyakorolni, csinálni, cselekvő aktivitás mutatni. Igen, de nem hazudni. Gyakorolni valóban. Tudom, hogy mit, miért. És érzelemmel tenni. Valódi. Merjek érezni, ne hazudjak, ne taktikázzak. A nők nagy százaléka taktikázik a párkapcsolatban. Borzalmas ez. A férfiaknak más egyéb hasonló problémája van. Ők ráadásul még be is nyelik a dolgokat, mert szégyen róla beszélni. Ez a szégyen program, az honnan jön? Hát a családból. Meg a társadalomból. Tehát ugyanúgy a nő is megtanulta azt, hogy ez a taktika, ez... Amikor a drága jó anyád egyem a húsát. Ez életben tartotta, vagy? Mi? A taktikai, tehát hogy honnan veszi föl? Az kialakul, az folyamatosan, persze. Azt hiszi, hogyha taktikázik, akkor hosszú távon az neki jó befektetés, és hosszú távon meg lesz támogatva. Érted? Hát... elég sok durva anyukát ismertem, akik, hát nevezhetnénk őket prostinak, vagy leki ribancnak, meg sok mindennek, meg haszonlesőnek, de hát így azért nem beszél az ember. Áldott jó anyák, akik tönkretették a gyerekeiket. És a fiaik elég hamar rákosodnak, meg más egyebek. Szóval... Tehát hozza magával, ott van az információ, és ha... tudja, vagy egy részét tudja. Nem csak hozza magával, hát ott van mellette az idióta anyja.
és megtiltja a 40 éves fiának, hogy szaporodjon. Mert ezzel el tudja fedni azt, hogy ő nem akarta megszülni a szerencsétlen fiát 40 évvel ezelőtt. És ebből lehet egy olyan unoka, akinek az élete tragikusan indul már. Na persze. Ó, hát rengát, ebből állunk. Ennek a társadalmi, össztársadalmi bűntudatnak okán csinálunk fogyatékos gyermekeknek bentlakásos kollégiumot. Csak ne legyen a család szeme előtt. Csak ne legyen a társadalom szeme előtt. Hát ismerek olyan apukát, aki a vak gyerekét rugdalta a földön, mert bepisilt. Ismerek olyan anyukát, aki a rosszul látott gyermekét nagyon megbüntette, mert bepisilt, meg kiöntötte a kakaót. Szóval azt akarom mondani, hogy az emberek nincsenek tisztában a tetteikkel. Nincsenek tisztában. Úgy spirituálisan, mint nem spirituálisan. Hiszel Istenben, nem hiszel Istenben, tök mindegy. És emellett azt mondod, hogy akiben van akarat, szándék, az dolgozhat. Így van, de még szaporodás előtt. Tehát tanítsuk már meg a suliba, hogy jogod van megismerni magad. Ha ezt nem ültetjük be az iskolába, a gyermekekbe, de nem, mi azt csináljuk a suliba, hogy legyél olyan, amilyennek mi mondunk. És abban a pillanatban a kuglibábú gyártás elindul. És ha kuglibábú gyártás van, akkor a kuglik nem néznek fel, hogy mikor jön a fekete golyó. Jön, kiüt 9-ből 9-et. Nem véletlenül én azért szerettem az intézetbe felnőtt Szörényinek a számát, este a kugli elmegy berúgni, mert ő az a kugli, ki nincs fából. Mert aki dolgozik, az meg is szomjazik, és kugli fejében ez így van jól. Tehát ezért szerettem Szörényi Leventének ezt a számát, de ő ezt látta, meg intis is volt, meg mi egyéb. A vetett programok előjönnek, és nyomorítanak. Hajlandó vagy-e változtatni rajta? Tehát tudni, cselekedni és megelőzni azt, még mielőtt lépnék. Ez az önismeret. Hogy az valóban igen, vagy nem. És az helyén való, ha nem. Vedd birtokban magad. Azért írom be a könyvembe is, hogy ahhoz, hogy változtatni, birtokba kell venni magad. Nem kell hazudozni. Akkor egyszer csak eljutsz oda, hogy igen, most már érett vagyok egy gyerekre. De most már nem tudok szülni, mert öreg vagy. Akkor vegyél ki az intézetből egyet. Akkor neveljél fel egyet. Vagy álljál 10 mellé, és támogasd őket. Szóval én nem tudok más mondani, mint önismeret, 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 önismeret. A méltóság senki szolgálja nem vagyok. De bárkit szolgálok. De csak szolgálok, de szolgálja nem vagyok. Teszek szolgálatot. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Értem. Köszönöm.